Második alkalommal válogathattak a vendégek a különféle finomságokból a toros napokon. A március első hétvégén megrendezett háromnapos fesztiválon bőven fogyott a hagyományos torosfogásokból, de a különleges étkekből is. Verőfényes, bár kicsit szeles nappal indult el az idei év első gasztrokulturális rendezvénye, az esztendő első tavaszi hétvégéjén. A város nevében pénteken Marosi György Csongor képviselő köszöntötte az egybegyűlteket. Nagy szeretettel köszöntöm őket Hajdúszoboszló város nevében. Novemberben, amikor itt álltunk, akkor is én voltam megkérve, hogy a város nevében köszöntsem őket, és tettünk egy olyan ígéretet, hogy az idei évben törekedni fogunk arra, hogy ne legyenek üres hétvégék, és minden hétvégén valamilyen program lehessen a városban, ahol a város lakossága és az ide látogató vendégek eltölthetik hasznosan a hétvégéjüket a programokkal, eltölthetik a pihenésüket, vagy csak a hétvégéjüket a város lakosságát. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek, és azt mondták nekem, hogy gyorsan tudjam le a megnyitót, így viccesen annyit tudnék mondani önöknek, hogy a hétvégén, hétvége programjait nézzék meg, vegyenek részt, és egy kicsit disznókodjanak. A megnyitó után hagyományosan megáldották a toros étkeket. Az atyának és fiúnak és szentélyeknek nevében. Amen! És a melléjük fogyasztható finom nedüket is, amiből később mindenki kedvére válogathatott az elkövetkező három nap alatt. Nem kellett nógatni a vendégeket a pultoknál. A legtöbben alig tudtak választani a felkínált sok finomság közül. Jó napot, uram! Megkérdezhetném, hogy mit választottak? Hát van itt ugye ez a lepcsánka, ami fölött ilyen pörköltes ragú van. Ezt teszi a feleségem, én meg ezt a csülköt fogom megenni, ha igaz. Sült zöldséggel és rá ilyen folyadékkal. Akkor szeretik a disznóhúst? Igen, bár állítólag a baromfi az egészségesebb, de hát úgyis meghalunk mindjárt előbb-utóbb. És a hurka kolbásszal hogy állnak, azt szeretik? Én a kolbásziroda vagyok, de a hurkát nem eszem. Én csak az izom majd. A disznóból csak az izom. Nagyon ízlik, és sertéstarját fogyasztunk vegyes zöldség, párolt zöldséggel és sűrburgonyával. És hozzá muskotályos bort iszunk. Bár az öt kitelepülő étterem mind készült valamilyen különlegességgel, a legtöbb vendég mégis a hagyományos toros étkeket kereste. Én maradok a kolbásznál még 67 évesen, és az nagyon finom volt, ezt megkóstoltuk. De látva az összes, hogy hívják ott, a hurka, a toroskáposzta minden nagyon gusztusos volt, és akkor abból lehetett éppen választani. Sok falatozónak a disznótor fogalma sem volt idegen. Sokuk vettek már részt egy ilyen hagyományos téli eseményen. Tud valamit a toros ünnepekről, volt már esetleg egy disznóvágáson? Természetesen tudunk, igen. Gyerekkorunkban rengeteget vágtunk, meg már úgy felnőtt korunkban is, igen. Milyen élmény volt az akkor? Nagyon nagy élmény. Sok munkával járt. Volt már valamilyen toros ünnepségen? Hát ilyen toroson még nem, most üdülőbe vagyunk Hajdúszoboszlón, és nem láttuk még ezt a földolgozást, de nagyon szép és nagyon aranyos az egész rendezvény. Az összes föllépőkkel, mindennel együtt nagyon kedves, és jó szájízzel megyünk haza. Én Budapestre, ők Nyírmegyesre, és még Sárospatakról is volt egy vendégünk, és nekik is nagyon tetszett, és köszönjük ezt az egészet az egész önkormányzatnak és az egész Hajdúszoboszlónak. Valóban jó kedvelt érhettek haza a városunkba látogató vendégek, hiszen kifejezetten jól sikerült a tavaszindító program. Ezzel Máté Lajos szervező is egyetértett, aki nagy örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, milyen kegyes volt a rendezvényhez az időjárás. Mindenképpen elégedett vagyok, mert bár két héttel ezelőtt nagyon jó időt jósolt a meteorológia, ezelőtt egy héttel azért aggódtunk keményen, mert hogy havas esőtől kezdve -5 fokig minden játszott, nem így lett. Én ezt mindenképpen egyfajta égi jelnek tekintem, tehát a Jóisten szeret bennünket és szereti Szoboszlót. Ugye azt hirdettük, hogy ide március elején szeretettel várjuk mind az ideérkező vendégeket, mind pedig a helyi lakosokat arra, hogy egy igazi toros hétvégét töltsenek velünk közösen, kóstolják meg ezeket a finom disznótoros ételeket, hozzáillő pálinkákat, borokat, sört, bármit, és
Azt kell, hogy mondjam, hogy ez sikerült. Rengeteg ember volt itt az elmúlt 2,5 napban. Én nagyon elégedett vagyok, mert ugye egy vendéglátós szívesen szolgáltat, de ennek csak akkor van értelme, hogyha van kinek. És itt most 2,5 nap alatt egy hálás közönség volt. Fogyasztottak, ettek, ittak, szórakoztak velünk. Köszönet érte. Én azt gondolom, hogy az a munka, amit a Vendéglátók Egyesülete ilyenkor megmutat, az hát mindenképpen egy érték, mert feldolgozzuk azokat a gasztronómiai témákat, amik az életünket végigkísérik, és alkalom nyílik megmutatni, hogy hol tart a szakma. Ezt én mindenképpen egy szerencsés hétvégének gondolom, nagyon jó időnk volt, rengeteg ember, úgyhogy köszönet érte mindenkinek, akinek ebben része volt. A színes programok mellett kóstolható étkeket végül a közönség zsűrizte. Az eredményt a vasárnapi záró rendezvényen hirdették ki. Harmadik helyen a Rokpatkó prágai csülke végzett, a második helyet pedig a Lorena étterem toros káposztája érdemelte ki. A fesztivál kedvenc étele végül a Mátyás király gyógyszálloda különlegessége, a töltött császár lett. Ez egy hagyományos étel, egy nagyon régi szakácskönyvben találtuk meg, ez a töltött malaszcsászár, tehát a disznó torkora hasalja a részt, ahogy kivágják, oldalra, az oldalassal együtt. Ezt a részt használtuk föl, kiszedtük belőle a csontot, fölszúrtuk, mint a dagadót, és csináltunk bele egy tölteléket. Csirkemájat, hagymát, gombát, tojást, petrezselyem zöldet, sok borsot, és ezt betöltöttük, bevartuk, befűszereztük ezt a malaszcsászát, és egy 160 fokos sütőben 2 óráig sütöttük, közben egy kis sörrel locsolgattuk, hogy olyan szép ropogós piros legyen a végére. 2500 vendég adta le voksát a szavazáson, amit nagy sikerként könyvelhetnek el a szervezők. Ugye 5 tagja volt az Egyesületnek kitelepüléssel, minden vendéglátós 500 darab szavazólapot kapott, és 2500 vendég szavazata alapján dőlt el, hogy mi is a fesztivál étele. Én azt gondolom, hogy minden étel finom volt. Én magam is nagyon sokat végigkóstoltam, de valahogy mégis bölcsek az emberek, mert az, amit a Mátyás király idehozott, az egy különleges étel. Megkóstoltam, és tényleg joggal nyerte el az első helyezést.